Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses mindennapokat kívánunk Önöknek a legendás Old Boys együttes segítségével. Old Boys együttes vezetője, Szidor László, Isten hozott. Akiről úgy tudom, hogy csodába illő módon a hangjegyeket, a kottát hamarabb ismerte, mint a betűket. Ez így igaz. 4 éves koromban ismerkedtem meg a páratlanul a zongorával és a hangjegyekkel. Úgy, és kötöttetek örök barátságot. És kötöttünk azt hiszem egy életre szóró barátságot. De utána valami komoly pályára kerültél, tehát sokkal reálisabb szakmát választottál. A szüleid hatására? Részint a szüleim, akik amikor a 8. elvégeztem, és fölvettek a zenei gimnáziumba, és meg aztán a technikumba, és azt mondták, hogy a zenész élet, a cigány élet, úgyhogy fiam, legyél inkább mérnök. És igazuk volt? És hát ebben igazuk volt, hogy végül is mérnök lettem, de mellette zenéltem is. Mérnök, közgazdász, külkeres? Igen, hát 2 mérnöki diplomám van, egy erős áram, amely digitális elektronika, és mellette a közgazdasági egyetem. És az igazi nagy szerelem? Az igazi nagy szerelem a zene. A zene maradt, de ez hobbi szinten. De nem csak billentyűn, hanem gitáron is. Gitárokon, és hát mindenféle hangszereken voltam én. A sok-sok 50-valahány év, most már 50, közel a 60-adikhoz. Az első zenekarod a Színkom volt. Igen. Hogy jött létre? Hát úgy, hogy 1962-ben a bátyámmal elmentünk, akkor elsőt végeztem, elmentünk Németországba, Erfurtba, és hát már bele voltam bolondulva a gitárba, úgyhogy vettünk egy akusztikus gitárt, amit azonnal hazafelé jövet elvettek a vámon. És aztán valamikor december végén kaptam vissza, de hát akkor szegény édesanyám, aki hát látta, hogy milyen szomorú vagyok, rögtön vett egy Jolana gitárt, amivel aztán megalapítottam az első zenekart az osztályba, és nagyon gyors talpaló munkával megtanítottam 2 másik gyereket gitározni, mert azok nem tudtak semmit, de legalább nekem a komoly zenei és az összhangzattani szolfés múltamból elég könnyű volt megtalálni az akkordokat. És aztán egy húron pendültetek? Egy húron pendültünk, és hát gyakorlatilag 62-től 67-ig tartott, bár személycserével és közben egy éves katonasággal ez az első zenekar, ahol annak idején szóló gitáros voltam. És utána jött a többi zenekar. Hát utána jött elég sok zenekar, mert még rögtön először a Charlie-val a Deccába mentünk, aztán utána a Gemini-be voltam, aztán utána a Dax-ba, Scampolo-ba, Atlantis-be. Egészen 74-ig tartott ez az első periódus, amikor elvittek másodszor is katonának.
De jó neked, a nagy sikerre való tekintettel. A nagy sikerre, igen, visszatapsolt. Olyan jó katona voltál. De hát most maradjunk a nagy szerelmednél, mert az Old Boys ugye megalakult 79-ben. Hogy jött létre? Úgyhogy 76-ban régi szinkomos gitárosokkal már eldöntöttük, hogy ugye akkor már 2 éve nem zenéltem, hogy nagyon hiányzik, és hát milyen jó lenne megint Shadows-okat, meg Beatles-eket játszani. De akkor Kelemen András, aki aztán az Old Boys-nak alapító tagja volt, de szintén külkeres, a Hungaratexből elment 3 évre Líbiába, és így aztán eltoltuk a zenekar alapítását. Aztán 79 tavasszán megszületett a fiam, akkor azért toltuk el egy kicsit, de aztán 79 nyarán, amikor ott hagytam az egyetemet, és elmentem külkereskedőnek, akkor azt mondtam, hogy már elég bolond vagyok, hogy 2 diplomát kidobtam az ablakon, és fölforgattam teljesen az életemet, hát akkor kezdjünk zenélni. És így jött létre az Old Boys. Miért pont Old Boys? Hát nézd, én akkor 32 éves voltam, és mondjuk a zenekar alapítóinak a többsége is 30 fölött volt. Tehát úgy gondoltuk, hogy a sportban is már az öreg fiúk. És hát szegény megboldogult Danyi Attila barátom mondta, hogy hát jó lenne ez az öreg fiúk néve, amit hát természetesen mi angolul akartuk, és természetesen az Oli nem engedte, úgyhogy csak öreg fiúk néven vizsgázhattunk le, de azért rajtunk maradt az Old Boys. Most meg legalább van hova öregedni, szóval még 1-2-10 év, és akkor talán hozzá öregszünk a nevünkhöz. Igen, az Old Boys elnevezésben nem lehet kiöregedni. Hát abból nem. Nézzünk egy kicsit bele a 10 éves jubileumi koncertbe, ami a Keken történt. Ahogy mondani szokás, minden kezdet nehéz. Nálatok se volt könnyű. Hát nem volt könnyű, egyrészt azért, mert természetesen semmilyen cuccunk nem volt, nem is terveztük egyébként, egy évre terveztük a zenekart, azzal, hogy talán a postásban majd 40-50 haver előtt havonta egyszer játszani fogunk. Hát ez nem pontosan így alakult. De aztán mivel, hogy már 1980-ban 180 fellépésünk volt, hát ez nehéz lett volna felszerelés nélkül végigjátszani. Nagy szerencsénk volt, hogy nagyon jóban voltunk az akkor éppen alakuló Hungáriával, Rock'n'Roll Hungáriával, és tőlük kaptunk cuccot, de viszont egy évig hirtelennyébe az eddig otthon ülő úriemberek, már a zenekar tagjai, az heti 5 estére eltűntek, és nem vittek egy fillért se haza. Mert hát a feleségek mit szóltak? Hát a feleségek azok dúltak, fúltak, próbálták nekem mondani, hogy ezt így nem lehet, én megmondtam, hogy ez csak így lehet, úgyhogy aztán így a végül a padhelyzetből úgy jöttünk ki, hogy akinek nem tetszik, az otthon maradhat, a fiúk eljöttek, a lányok meg otthon maradtak. Úgyhogy hála a feleségeknek, hogy megértették ezt a helyzetet. Hát megértették, vagy tudomásul vették, azt inkább hagyjuk. Igen. Ti szinte minden tagotoknak adtok valamilyen becenevet, ugye, de vagy a főnök. A szigorú, de igazságos. Remélem, hogy igazságos. Igazságtalan mindegy, emberem mondani. Mindegy, a főnököt ezt elfogadom. Az egyik kedvenc tagotok, alapító tag volt, és mivel megőrizte a videó és a hangszalag, van. Jelen van Saláta. Igen, Saláta az tulajdonképpen úgy volt alapítottak, hogy mivel én akkor külkeres voltam, és elég sokat utaztam külföldre,
valakinek helyettesíteni kellett a basszusgitáron, ami nem hiányozhat egy zenekarban. És ő volt az első pillanattól kezdve, aki engem helyettesített, és amikor utána Kelemen Andis elment 7 évre Japánba, akkor én úgy döntöttem, hogy lépjen ő be fix basszusgitárosnak, és én átmentem az akkordgitára, és mellette meg a billentyűre. Saláta, úgy hallottam, hogy remek közösségi ember volt, még egy narancsot sem tudott úgy megenni, hogy ne kínált volna meg benneteket. Igen, őre nagyon-nagyon lehetett számítani, nem véletlenül gyakorlatilag az elmúlt 35 évben ő helyettesen volt, tehát amikor én külföldön voltam, akkor minden adminisztrációt ő bonyolított, pénzfelvételtől a gázsiosztásig, a szerződéseknek a pontos betartásáig, és rendkívül lelkiismeretes volt, amellett, hogy nagyon közösségi ember, de rá abszolút lehetett számítani, hogy ellentétben sok más emberrel a zenekarban, hogyha mondok valamit, akkor azt ő szóra betartotta. És hát remek énekes is volt. Hát és remek gitáros volt, fantasztikusan jó basszusgitáros ritmus érzéke, nagyon jó volt, és hát sajnos ugye többen elmentek a zenekarból már, úgyhogy énekhangot elvesztettük egyszer Fülöp Ervinnel, aztán utána a főénekesünk Szabó György Balázs is elhagyott minket, és utána az kidomborodott, hogy ő nem csak egy olyan másodrangú énekes volt, hanem főénekessé is előlépett Kutyúval együtt. Hát akkor nézzük meg és hallgassuk egy kicsit Salátát. Framed autographs, her wallet filled with pictures. She get them one by one. Become so excited. I want to look at her almost. Oh my mommy, please may I go? Such a sight to see. Somebody seen the show. What? Utaltam arra, hogy a főnök szigorú, de igazságtalan, vagy igazságos, de mindenképpen jó szívű hírében állsz, mert úgy tudom, hogy néha nem tudtál nemet mondani a castingra jelentkező zenészeknek, és ezért aztán duplázódott bizonyos hangszer a zenekarban. Hát ez elég nagy hibám, de teljesen egyetértünk a boldog idők, amikor az alakuláskor csak 6-an voltunk, az már 81-ben változott azzal, hogy ugye akkor kértünk fel fúvosokat jelentkezésre, és hát sikerült 2 fölvenni egyszerre, akkor 8-an lettünk. Aztán utána, amikor a dobosunk nem tudott kijönni már Németországba velünk, és én bolond elvittem 2 dobost, soha többé nem tudtam levakarni magamról a 2 dobost, mert mindig azt kérték kint, és aztán utána, amikor szegény Attila már nem bírta a középiskolai tanárság mellett a gyűrődést, akkor végleg belépett Jobbágy Dezső és Bardóczi Gyula. Majd utána, amikor a 20 éves jubileumi koncertünk volt, akkor meghívtam 8 plusz fúvost, akkor még 2 rajtunk ragadt. Szóval így szépen fölfejlődött a zenekar létszáma. Aztán Beával együtt már 12-en lettünk. De ott is volt még egy hosszú időszak, amikor még egy hölgy volt, és már 13-an voltunk. Bardóczi Gyuszi azt mondta, hogy már olyan sokan vannak a zenekar, hogy már nem is ismer mindenkit. Hát ez rá jellemző. Egyébként mondjuk, hogyha nem akarok csúnyát mondani, de hogyha az ő szellemi képességeit figyelembe veszük, akkor még el is képzelhető. Általában a stint kollégák nem túlságosan kedvelik egymást.
Na most a zenekarodban hogy van ez? Tehát ugyanazon a szerepkörön vannak ketten. Mennyire jönnek ki egymásra, vagy mennyire konfrontálódnak? Hát hol kijönnek, hol nem. Amikor nem jönnek ki, akkor a fejükre csapok. És akkor ezzel megvan oldva a dolog, mert másképp nem lehet ezt. Igen, én például láttam, hogy volt úgy, hogy komoly kenyértörése került a sor a két dobos között, és ezért aztán párbajozni kezdtek, így született a dobpárbaj. Igen, a dobpárbaj. Igen, ebbe buktam bele Németországba, mert azt szerették meg, amikor ők párbajoztak az első 86-os nyári koncertturné alatt, és hát utána már követelték, hogy csak a két dobossal. Bardóczi Gyula és Jobbágy Dezső. És Jobbágy Dezső, igen. Az Old Boys együttes egyik dobosa, Daddy, Jobbágy Dezső itt van velük. Róla köztudott, hogy egy reneszánsz ember vagy, hiszen a dobolás mellett a festészet is szívügyed. Most a kettő hogy jön össze? Nagyszerűen. Na? Nagyszerűen. Egyik nap ricsoly, másik nap csönd. Aha. Valamit én azért elárulnék magamról, hogy amikor én festek, akkor nekem nagyon illusztris zenei vendégeim vannak. Bach, Mozart, Vivaldi, Tillmann, szóval visszautalva, hát ugye nem csak te szeretted a klasszikus zenét, más is él vele. Uh-huh. Úgyhogy én nagyon soklaki ember vagyok zenei szempontból. És néha nem kevered össze a kettőt, tehát mit tudom én, a dobverővel nem kezdesz el finoman így simogatni a dobot, vagy az ecsetet úgy odavágni időnként a vászonra. Hát szoktam, de akkor nincs kép. Akkor nincs kép. Vagy kettő. Vagy kettő. És hogy osztod be az életedet? Tehát tényleg egyik nap ez, másik nap az? Nincs megaranzsált. Nem lehet úgy festeni, hogy muszáj. Amikor már ki vagyok éhezve nagyon, akkor aztán nem állok meg hosszú hetekig. Utána pihi. Nagyon nagy a kontraszt. Ugye hát a főleg ilyen gyönyörű csend életeket festesz. Tehát így nagyon harmonikus, nagyon elolvadósak ezek a képek. Ugyanakkor meg a zenétek, az ugye rock and roll, Rolling Stones, Beatles, tehát ilyen vad dolog. Na most ez óriási... Kemény csávók vagyunk. De nagy az ellentét, nem? Hát ez a szép, nem? Kontrasztok. Te hogy látod Dedit, mint hát, festőembert? Én nekem külön véleményem. A mellettem levő úr speciál nem nagyon szereti az én képeimet, de... Ennek dacára ő úgy adott el, de hát ugye hallottuk az előbb, hogy ő egy zseni.
alá is írom. Ő úgy adott el kiállításomat, hogy ki se bontották. Ez hogy történt? Hát ezt talán tőle kéne megkérdezni. Na, hogy Laci? Én voltam Németországban, és a szállodában láttam, hogy hasonló jellegű képek vannak. Az Old Boys-szal, nem külkeresként. Nem, igen. Az Old Boys-szal. És mondtam, hogy hát nekünk éppen véletlenül itt van nálunk egy 16 darabos festmény kollekció. Fürállefele, hogy nem érdekli. És akkor eleinte nem érdekelte, aztán egy kicsit javítottunk egy-két baracpálinkával a dolgon, és a végén úgy érdekelte, hogy lett egy Mercedes-re a Devinek. Bontatlanul megvette a 16 képen? Hát egyet kibontatta. De térjünk vissza a baracpálinkára, mert a műsorvezető azt mondta, hogy imádják a történeteket. Voltak olyan alkalmak, amikor 10 az átlagos volt a német országba való turnézás. És többek között volt egy tali, aki sikoltozott, hogy ő már nem megy. Ez én voltam. És, de hogy fárasztó de, a turné? Hát akkor már külön utazott a zenekar, ez nagyon fontos. De mert hogy fárasztó a turné, azért nem akartál menni? Hát... Hisztisztél. Mondjuk úgy, hogy igen. No, szóval a lényeg, amit akarok mondani, akkor már külön utazott a zenekar, volt akkor saját busza, és egy ilyen robúr, akkor még egy kisebb berendezés volt, amit, hogyha megláttak felbukkanni Hegyeshalomnál, akkor őrjöngött a főparancsnok. És történt pedig, hogy nekem lejárt a útlevelem, és akkor mondtam, jaj, de én már nem megyek, mire a főnök úr azt mondta, megáll, belenyúlt a táskába, valami csörgött, és ott majd másfél óra múlva kijöttek a parancsnokkal, és mind a kette igen boldogok voltak, és azt mondtam. De ez a határőr parancsnok volt, és ez még az átkosban volt. És azt mondta a fiatal, hogy miért kell magának mindent észrevenni, menjenek, miközben hátul enyhe csörömpölésre pár kezd borkizuhat. Amikor mint a 2 decizét szabadott kivinni, mert gyújjaj, meg szó szerint mondom, a pali ízét letányi sapkája ott a pulton. Bele lett dögölve a földbe. Ennyit a rásegítő eszközök. Hát a Laci diplomáciai képessége. Van neki. Megsegítette a történetet. Ennyi szóval. Egyébként döbbenetes, hogy ti hogy bírjátok, ugye évtizedek óta 250 előadás legalább évente. Hát most azért már az elmúlt 5-6 évben már nem volt ennyi, de mennyi? 20 éven keresztül 250 keresztül előadás volt. És 600 dal van repertoáron? Körülbelül, igen. Meg még plusz 600. Most azt fejbe tartani. Azért ezek nagyon fárasztó dolgok, mert ugye rátok igaz az éjszakába nyúló koncertek miatt is, hogy tegnap is ma feküdtünk le, és ma is holnap fogunk. Ez így igaz, régi zenész mondás. Igen, és hát időnként azért van üvöltés a színpadon, amikor bemondok egy olyan számot, amit 3 éve nem játszottunk, és hát akárhol vagyunk, akkor 2 ember legalább üvölt, hogy ne, de azért lejátszunk. Igen, hát az előbb említettél valami szellemi kapacitást. Hát igen. Ez... Na de tényleg, hogy bírjátok energiával? Hál' Istennek jól. Hát csak amikor így elmegy valaki közülünk, akkor döbbenünk rá, hogy lehet, hogy ez nem örökké fog tartani, de minden pillanatban úgy érezzük, hogy ez örökké tart. Ebben a szakmában azért nagyon-nagyon sok zenész barátja van az embernek, és a Szikonor zenekarnak a vezetője, szintén dobos a Rezsőke, kérte, hogy menjek el és hallgassam meg, és sajnos nagyon-nagyon szomorú aktualitás, amit mondtál. Ment a műsor, és bemondtak egy számot, és én elkezdtem sírni. Ezt a saláta énekelt, és én akkor döbbentem rá, hogy ennek vége, ez már nem lesz többet. Nagyon fájdalmas tud lenni. A koncertjeitek hány órán keresztül tartanak, de őszintén? Hát... amikor önálló koncertet adunk, akkor két óra, 2 óra, 10 perc.
szünet nélkül. Szünet nélkül? Szünet nélkül. Amikor volt olyan, amikor 8-45 percet játszottunk, ez a régi időben, mondjuk a 80-es években főként, tehát természetesen ma már nem vállok, de 4x45 percet, vagy 5x45 percet még most is játszunk, hogyha bálba hívnak. Attól függetlenül, hogy hány évesek vagytok? Attól függetlenül. Bocsánat, komoly fizikumok vannak, szóval hozzá vagyunk szokva. Értem, szóval akkor rátok is igaz az, amit én vallok, hogy elmúltam annyi, de kit érdekel? Elmúltam annyi, de kit érdekel? Túllépek rajta és feledjük el. Elmúltam annyi, de nem nagy dolog. Számolják mások, számolják mások, számolják mások, hogy hány éves vagyok. Szimfonikusok mennyire nagy szerepet játszanak az életetekben. Na most nem csak neked a festészetben, hanem a koncerteken is, amikor összeereszti Laci a rock'n'rollos old boys csapatot a szimfonikusokkal. Na most ilyenkor mi történik? Én mondanék, bocsáss meg, egyetlen egy tündéri volt. Ezek a úgynevezett szomorú zenészek, mint csak úgynevezett szomorú zenészek, rajonganak ezért a lehetőségért, és nagyon-nagyon szeretnének részt venni a produkcióba. Hát ha véletlenül megnézted, de lehet, hogy még a nézők és is megnézik a Robert Beethovent, ott látják, hogy a szimfonikusok milyen lelkesedéssel játszatok a szólót. Igen. És akkor az egyik ilyen hegedűs kislánytól kértem, aki mondom, adjál nekem egy átlécit. És mondom, jaj! Szóval ilyen jó kis hangulat. De neked is szívügyed a klasszikusok. Nekem azért, mert elvileg én karmesternek készültem akkor, amikor még az általánosban a klasszikus zenét tanultam. És aztán hát ez a szívügy ez annyira előjött, hogy 1967 tavaszán már a szinkommal és a postás szimfonikus zenekarral, mert hogy ott játszottunk, jól ismertük őket. Az egyetemi színpadon már volt egy ilyen próbálkozásunk, akkor még az Orszácski Jackie is éppen a szinkomban játszott. És hát aztán utána, amikor 1996 őszén kitaláltam azt, hogy csináljunk egy Beatles emlékestet, de úgy, hogy az állami hangverseny zenekar kísér minket, illetve hát közösen, akkor a teljes zenekar abszolút hülyének nézett. Ezt a Wolf Péter vezényelte, ez az Old Boys-szal, igen. És hát ez volt a következő, aztán utána 30 éves jubileumon ott a MÁV szimfonikus volt, a 40 évesen MÁV szimfonikusnak csak a vonós részlege, de hát ez nekem mindig is szívügyem volt, hogy hát onnan nincs szebb, amikor megszólal akár egy Shadowsban, amit 4 gitárral játszunk, mögötte egy 80 tagú szimfonikus zenekar. Szóval ez kiráz a hideg ma is, hogyha rá gondolok, hogy micsoda élmények voltak együtt zenélni. A aktuális csatlakozás a témához. Játszik az Old Boys a szabadtéren a Gellértbe. Én ott várom, hogy fölmegy kukorékolni a következő nótában. Jön egy pincér, léheg, és azt mondja, jöjjön valaki, jöjjön gyorsan, mert itt valami világhíresség van, és szeretne valaki. És elmentem hátra, és egy tündér kis madárember, azonnal fölismertem, Vásári Tamásnak hívják, ő is karmester, és ez valóban így volt, ránéztem, és a vele kapcsolatos összes élményem csak így tudtam kifejezni, hogy kitárt, és odajött is megölelt, és azt mondja, hogy nem tudja, ő nem szereti ezt a műfajt, de ő minden nap fölmegy a Gellért hegyre, meg lejön, majdnem 90 éves, őrületes teljesítmény. És azt mondta, ő nem szereti ezt a zenét, de itt valami olyan jó kis harmónia menet volt, hát neki ide be kellett jönni, és meg kellett.
és összebarátkoztunk. Tehát ilyen kapcsolatok is vannak a komoly zene és az old blues között. Szerencsére kaptunk egy részletet az egyik ilyen koncertből, úgyhogy következzék a Roll Over Beethoven. Tartod össze ezt az Old Boy zenekart, Lacikám? 42 éve most már. Na most ahhoz képest, hogy kapcsolatok néhány hónap alatt szétmennek, zenekarok egy-két évig, ha együtt vannak, fú de nagy dolog. Ez valami csoda? Hogy sikerül ez neked? Hát néha kemény szóval, néha egy kis diplomáciával, de mondjuk elsősorban azzal, hogy igyekeztem ez alatt a 4 évtized alatt megmutatni a többieknek is, hogy az a gondolat, amit én követni szeretnék, az csak a zenekar érdekében van mindig, és nem a saját érdekemben, vagy bárkinek az előretolásában. Tehát tulajdonképpen, mint egy jó szülő, ugye, hogy megmagyarázni a gyerekeknek, hogy minden az ő érdekükben történik. Hát néha nehéz. Szigorúság is. Azért ezek nem gyerekek, ezek óvodások, szóval... Dedi, óvodások vagytok? Vagy még az se? Maradjuk abban, hogy csintalan fiúcskák vagyunk. Szerinted mi a titka annak, hogy ennyi ideig együtt tudtatok maradni? Szociális háló alakult ki. A korrektség, a tisztesség, a zene feltétlenül való szeretete, és a belátása annak, hogy a piacon csak úgy tudsz fennmaradni, hogyha minden munkát beleteszel valamibe. Ez minden egyes koncert után visszaigazolódik. Pont. Tehát valójában csak teljes szívvel és teljes odaadással érdemes bármit csinálni az életben. Így van. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek és ezt elmondtátok, és szívből kívánom, hogy még nagyon sok évtizeden keresztül mindannyiunk érdekében, akik rajonganak, értetek a zenétekért, jó egészségben, sokáig tudjatok örömet szerezni az embereknek. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, ilyen teljes szívvel, teljes odaadással nézték a műsort, ahogyan mi is készítettük. Isten áldja Önöket, a viszontlátásra. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy örökkön örökké csodád.